Szép jó estét kívánok, folytatjuk ünnepi beszélgetéseinket. Mai vendégem Révész Lajos lelkipásztor, a baptista gyülekezet lelkipásztora, tisztelettel köszöntöm. Köszönöm, jó estét kívánok. Egy hivatott ember. És azt gondolom, hogy amióta a baptista egyház megtelepedett Székesfehérváron, nagyon fontos szerepet tölt be lelki életünkben, a hittel élő emberek számára nagyon fontos. És amikor az önök honlapját meglátogattam a beszélgetésünkre készülve, arra figyeltem fel, hogy tematikus programokkal van teli. És olyan tematikus programok, hogy egyrészt már hívogató maga a cím is. És arra lennék kíváncsi, hogy mennyire tudatos az, hogy ezekkel a játékosan meginvitáló hívó gondolatokkal invitálják meg a hittel élőket. Hiszen ha itt felsorolom gyorsan, frissülj anyu, nagyon jó. Szeretet, mint életforma, a férfi kultúrája. Nézzünk egy kicsit bele ezekbe a kérdéskörökbe. Frissülj fel anyu. Nagyon fontos az édesanyák élete, én azt gondolom, méltatlanul keveset foglalkozunk velük. Az, hogy segítenénk nekik abban, hogy valóban frissüljenek fel lélekben és testben, az pedig egy nagy kihívás. Először is köszönöm szépen a visszajelzést, és annyit hadd tegyek mellé, hogy gyülekezetünk, mivel egy viszonylag gyakorlatias központú, vagy gyakorlatközpontú gyülekezet vagyunk, és igyekszünk az embereknek abban segíteni, amiben vannak. Az elmúlt évtizedekben meg kellett azt is tanulnunk, hogy nem elég, hogy van egy üzenetünk, azt az üzenetet meg kell címezni, ha tetszik, fel kell címkézni, hiszen ebbe a információ dömpingben, amiben élünk, nem biztos, hogy mindenkit érdekelne első körre, hogy mit mond az ige erről, vagy arról, vagy amarról, de amit mi megélünk, azt igyekszünk a mai modern kor szavaival megfogalmazva, régi, ősi, tradicionális gondolatokat megértetni, és annak a hatását, ami be van kötve az Istenhez, főleg az igének az igazságaiban, azokat olyan fogyaszthatóvá tenni, hogy a mai ember is, amikor ránéz egy programra, akkor el tudja dönteni a saját szemlélete szerint, hogy ez érdekel, vagy nem érdekel. Tehát az alap mindenképpen az ige. Igen. És hozzátesszük, hogy a felgyorsult világban igenis nagy szükség van rá, hogy érthető, tehát köznapi ember számára is érthető módon fogalmazzunk meg. Ez főleg az ifjúság számára kivételesen fontos. Tehát frissülj fel, anyu. Hogy fogalmaznak, hogy frissülnek fel az anyukák? Kicsit kívülállóként kell, hogy mondjam ezt, de látjuk, érezzük azt, hogy különösen a kismamák, akiknek egész kisgyermekük van, vagy még a pocaklakót hordják a szívük alatt, ők egész más környezetben és más lehetőségek között nőnek fel, mint mondjuk a mi szüleink, vagy akár mi magunk, amikor szülőké váltunk. Ezért igyekszünk megtalálni nekik azokat a formákat, amiben ők otthon érezhetik magukat, és az egyik ilyen programunk a édesanyák bátorítanak édesanyákat, történetesen a krémkávézóban időnként az egyik társ lelkipásztoromnak, Kovács Dániel felesége, Kovácsné Tóth Gabriella, ő hívja össze az anyukákat, és itt nem kimondott tanítói jellegű, vagy mondjuk így didaktikus jellegű alkalmak vannak, hanem elsősorban megosztják a megértéseiket, esetleg a félelmeiket, gondjaikat, és egy olyan aha élményhez szeretnénk juttatni az anyukákat, amiben először is megértik azt, hogy aha, szóval nem csak én vagyok ezzel a problémával, illetve nem egyedül vagyok, és nem kell egyedül megküzdenem ezzel a problémával, ami előttem van. Igen, hát azért a bensőséges hangulatú beszélgetéseknek nincs párja ilyen értelemben, tehát a férfi ember általában távolságtartó, igen, és nehezen érti meg a speciálisan női problémákat, de azt mondom, hogy a hit segítségével és a tiszta szó, amikor találkozik kézenfogva, jár annál jobb nincsen. De ugyanez talán, hogy hadd folytassam, hiszen fehérvári női keddek. Néztem, amár a hölgyeknél tartunk, ugye egy ismerős név, aki tartja, Révész Szilvi konkrétan, igen, és ott is rendkívül érdemes témákat boncolgatnak, és jutnak el A-tól Z-pontig. Ez azt hiszem, hogy megint példaértékű kezdeményezés.
Igen, egy kicsit közelebbi tapasztalataim vannak, hiszen a feleségem igen, csinálja ezért mondtam, hogy ismerősen ér. Igen, ő kommunikációban is dolgozott, illetve nagyon sok nővel kapcsolatban, illetve 16. éve egy női lelkigondozói hétvégét, illetve több könyvet írt lelkigondozói témában hölgyeknek, de nem csak hölgyeknek. És felelősségének tartja feleségem azt, hogy az ő megértése, hogy mi most már az 50-en túl vagyunk, olyan módon legyen áthadva, hogy az érthető, követhető, logikusan felépített tematikus előadásokkal történjen. A mai kornak az elvárása nagyon széles körű, ha nem tudunk prioritási listákat felállítani, és ebben szeretne feleségem segíteni a hölgyeknek, hogy rengeteg dolog vár ránk, hogy ezt is, azt is és amazt is megtegyük, de meg kell látnunk azokat a fontossági listákat, amiket ha felállítunk, és azt mondjuk, hogy ennyit szeretnék elvégezni, és ez megfelel. Nem akarok abban az értelemben tökéletes lenni, hogy mindent megcsinálok, hiszen akkor szinte semmit nem tudok megcsinálni, hanem azt a néhány dolgot, a tapasztalatok és a tudományt és az ige ismeretét kölcsönvéve szeretnénk segíteni, tanítani, terelni azokat az édesanyákat vagy hölgyeket, akik a mindennapi élet kihívásaiban szeretnék meglátni azt, hogy mi az én dolgom, miért vagyok itt, és mi az elsődleges feladatom. Nagyon fontos, hogy ezt mondta, és korántsem véletlen, hogy ezeket a tematikus programokat vettem előre. Mert óhatatlanul is azt gondoljuk mi, hogy miénk az elsőbség mindig és mindenütt, holott én azt gondolom, hogy a hölgyekkel kell foglalkoznunk igazából, és nem árt, ha mi is tudjuk, hogy mi foglalkoztatja őket. A hiten túl természetesen, tehát ezek nagyon fontosak, mint ugyanúgy, mint a szeretet, mint életforma. Ez is egy sorozat, én azt hiszem, hogy ez vonzza a tekintetet, ha ránézek a papírra, és azt mondom, hogy szeretnék ott lenni. Amikor megfogalmazunk egy-egy tanítást, és megtaláljuk a általunk vélt legjobb mondatot, vagy majdnem legjobb mondatot, akkor két felelősségünk van. Egyrészt, hogy emögött a mondat mögött egy valós tartalom legyen. A másik felelősség, hogy a valós tartalmat úgy szeretnénk átadni, hogy nem egy messzi, szinte elérhetetlen céllá tenni, hanem olyan célokat tűzünk ki, amit egy átlag, ma élő, ma prosperáló, vagy egyáltalán kérdéseket feltevő ember el tud érni. Ezért nagyon fontosak, hogy például a szeretetről, amikor tanítunk, akkor az első kérdésünk, hogy én önmagamat el tudom-e fogadni. Ha ez megtörténik, van-e kapcsolatom a szeretet forrásával, az Istennel? Ha vele van kapcsolatom, látom-e, hogy kinek tudom átadni a szeretetet. És ez egy egymásra épülő folyamat, nem bonyolult folyamat, bár annak tűnik, nagyon egyszerű, ha én tele vagyok az Isten szeretetével, akkor az nem bír és nem tud magánügy lenni. Mi a lelkipásztor elsődleges feladata az öné például, amikor összeállítja ezt a programot? Hogyan ad ívet neki? A szeretetnek nem kell ív, tudjuk. De ne legyünk álszentek, igenis kell azért. Meg kell ismerni önmagunkat, meg kell ismerni a társaságot, meg kell ismerni a közösséget, meg kell ismerni mindazt, ami elvisz bennünket. Elsősorban hadd kezdjem ott, hogy a gyülekezetemmel nagyon jól és kényelmesen érezzük magunkat a városban. Érezzük az elfogadást, talán ezért is tudunk kifelé is egyre több mindent adni. És ez nagyon fontos, hogy senkivel nem szeretnénk versenyezni vagy versengni, de ami nálunk van, azt szeretnénk megosztani. A másik titok, talán ha nevezhetném titoknak, ami nyílt titok, hogy nem egyedül végzem a vezetői munkát, bár én vagyok a felelőse a gyülekezetnek, de van egy társpásztorom, egy 30-as éveiben elején járó fiatalember, aki egy másik szemszögből lát rá a világra. Talán még ezelőtt kellett volna megjegyeznem a feleségemet, és a két
három tinédzser gyermekemet, akik nagyon szívesen felvállalják az igazság, mondás és osztás szerepét. Ezek is fontos tényezők, illetve van egy olyan vezetői közösségünk minden korosztálynak, vagy lehetőleg minden korosztálynak van egy korosztályos találkozása is, mint például a hölgyeknek és a férfiaknak is, és az ott élőknek a benyomásai, kérdései alapján állítjuk össze a tematikus terveket. Minimum egy hónapra dolgozunk, egy hónapra előre a programfüzetünkben megtalálható címmel és igehelyel ellátva például a vasárnapi igehirdetések is, de az általunk úgynevezett külsős alkalmak is, ami bárki számára elérhető, ezeket is igyekszünk érthető módon megfogalmazni, de mert nagyon sok segítséget kapok a szolgálatoknak a vezetőitől. Néha fordítva van, hogy én érzem, hogy miről kellene beszélni, és valakinél megvan egy cím. Vagy néha fordítva, hogy kapok egy címet, és alá dolgozzuk a tanítást. Fontos talán még azt összegezni, hogy nem csak Isten igéjével szeretnénk foglalkozni, nyilván az nálunk egy elmozdíthatatlan, fontos és elsődleges forrás, viszont akár a pszichológia, akár a szociológiának a felkutatott értékeit is szeretnénk összevetni, illetve egymás mellé rakni, olyan módon, hogy az egyén tudja eldönteni, hogy én ebből mit akarok. Kiegészítve a tanítással. Igen, 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 igen. Hiszen a Biblia igéi nem beszélnek a 21. századnak a kihívásairól, miközben az emberi szívről beszél, ami ugyanaz a 21. században is, mint a akárhányadik században előttünk. Így van, és ezt természetesen kell tenni. Ugye nem véletlenül kérdezte és válaszolt erre Somlyó György úgy, hogy tudod, kik a boldogtalanok, akik kétségbe esetten mímelik azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Tehát nem kell mindig mindent tudnunk. Egy kicsit azért essék szó a férfiakról és a férfi kultúrája, ez is egy programsorozat címe, és azt gondolom, hogy ebben minden benne van. A mindennapjaink, az ünnepeink, miként viselkedünk közösségben, családunkkal, hitben, hit nélkül, általában mi magunk vagyunk benne, tetőtől talpig. Igen, férfiak mind teljesen másként működünk, mint a hölgyek, bár a céljaink azt gondolom, hogy ugyanazok. Szeretnénk Isten igéjét megismerve, az életünket úgy élni, ami a hivatásunk, hiszen mi magunk is látjuk, hogy az élet elröppen egy csettintésnyi, és már azt veszük észre, hogy 10-20 év eltelt. A férfiakat magamból kiindulva egy kicsit másképp közelítjük meg. Szeretnénk valami olyan gyakorlati feladatot együtt végezni, ami a számukra sokkal könnyebben csatlakoztatható, vagy sokkal könnyebben csatlakoznak. A fiatal édesapákat nagyon érdekes módon, vagy sajátos módon egy éjszakai túrán ismertük meg. Körülbelül harmadik éve, 3,5 éve a Sokorói erdőben minden hónap első csütörtökén egy éjszakai túránk van, ez 16 kilométer, bárki csatlakozhat, a honlapunkon megtalálja. A túrának a lényege, hogy egy különleges helyen, különleges módon beszélgessünk, nincs vezetett beszélgetés, hiszen néha csoportosan megyünk, és 5-6-an beszélünk az élet nagy dolgairól, néha pedig éppen a szűkülő ösvényben ketten maradva beszéljük át az élet dolgait, és természetes módon adjuk át egymásnak a gondolatainkat. És ennek az érdekessége, hogy nem, abszolút nem egy oldalú. Én lelkipásztorként vagyok ott, de elsősorban a jelenlétem Révész Lajos, apuka, férj vagy férfi, és nem csak engem kérdeznek, hanem én is kérdezek másokat. Érdekes dolog ez, hogy idősebbek is eljönnek a túrára, én például őket szoktam kérdezni az ő korosztályos problémáikról. Érdekes tanulságokkal szolgálhat egy ilyen túra? Hát néha a holdfény kihoz olyan gondolatokat belőlünk, amit lehet, hogy padba ülve sose mondanánk el a másiknak. Ez egy nagyon érdekes konstelláció, vagy együtt állás hozta ki ezt a gondolatot, hogy mi lenne, ha elmennénk éjszakai túrára, hiszen az édesapák vagy a fiatal férjek eléggé lefoglaltak, elfoglaltak, és megbeszéltük, hogy amikor a gyermekeket otthon leteszik, akkor minden hónapban 3-3,5 órát így együtt töltünk. A
férfi kultúrával kapcsolatban pedig van mit bepótolnunk, hiszen olyan apaképeink vagy férfi képeink vannak, amely némelyek esetleg akár még a 19. századig nyúlnak vissza, ami magában nagyszerű, de ha nem fejlesztem, és bizonyos dolgokat nem írok felül, akkor nagyon egyedül érzem magam a 21. században, vagy a 21. század kérdéseiben. Illetve szeretnénk a férfiakkal, beleértve magamat is, megtanítani azt, hogy amikor férfiak vagyunk, és felelősséget vállalunk föl, ez elsősorban egy szolgáló felelősség. És felelősségünk az is, hogy megtanuljunk nem csak szolgálni, hanem egy picit azoknak a fejével gondolkozni, gyermekeink, feleségeink, hölgyek fejével is gondolkozni, ahogyan ők gondolkoznak, és hát igyekszünk ebbe a férfi kultúrába belevenni azt a kérdéskört is, hogy nem az elsődleges feladatnak úgy tűnik, hogy az anyagiak megteremtése a férfiaknak a fő feladata, de ez a sok-sok teendő közül csak az egyik. Ez a már a 21. század. Igen. És tapasztalom én is, hogy nem árt, ha néha-néha tükröt tartanak elénk ezért. Igen. Cipős doboz akció. Ez én azt gondolom, hogy minden egyházra jellemző, mert fontos a segítés, az elesettek segítése mindenféle értelemben és módon. De önök kicsit másként csinálják. Tehát most... nem egy-egy pillanathoz köthető gondolat, itt elsősorban erre gondolok. Igen, a cipős doboz akciónknak a megszervezés az november elején kezdődik, amikor már megvan egy kisebb stáb, és szeretnénk begyűjteni a dobozokat, ezeket természetesen ellenőriznünk kell, biztonsági okok miatt is. Ez is ugyancsak a 21. századnak a vívmánya. Illetve szeretnénk ezeket a dobozokat olyan helyen látni, amit egy listánk, ha nevezném úgy, hogy úgy is nevezhetném, hogy prioritási listánk alapján, állami gondozott intézményekben, illetve arra rászoruló gyermekeknek, illetve anyaotthonokban tesszük ezt közzé. Ahol van lehetőségünk, szeretnénk a szeretet örömözetének a magját is elmondani, hogy karácsonykor nem csak az történt, hogy megajándékozottak lettünk, hanem a megajándékozóval kapcsolatunk lehet, tehát szeretnénk az evangéliumot is megosztani. Természetesen nem minden doboz mellé tudjuk ezt tenni, vannak olyan társszervezeteink, akiknek viszont gyűjtjük a dobozt és átadjuk. Öröm számunkra az, hogy egyfajta kultúrát teremtettünk ezzel, hiszen az elmúlt 20-22 évben azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan átvették ezt a módszert, ami számunkra öröm. Nálunk ez kicsi, enyhe dobozszám csökkenésbe jelenik meg, de annál több az a doboz, ami más szervezeteken vagy más civil szervezeteken keresztül eljut. Egy napról szerettem volna megkérdezni, mert most a nézőinket talán meglepte, hogy mi Jószerivel a hitről nem is beszéltünk. Holott minden egyes gondolatsor, amit öntől hallottam, az arra épül, a hitre épül, a tanításra épül. De ezért most megkérdezem a teológiai napok tematikáját, hiszen az egy kicsit közelebb áll már, mint ebben az értelemben is. Igen. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a teológiánknak az egyik professzora, egész pontosan a teológiánknak a dékánja, dr. Almási Tibor, egy olyan tanulmány összesítő ívet készített el, hogy ilyen hivatalosan fogalmazzak, amin körülbelül 30 nagyon érdekes, érdekfeszítő vélemény, tanítás van a Bibliából, és ebből szívesen megoszt gyülekezetekkel néhányat. Ez egyfajta teológiai nap, betekintést kapunk a teológiai életében. Ez azt jelenti, hogy a teológiának a vezetői, illetve néhány tanára, ha lehet, akkor az énekkara is ellátogat a gyülekezetünkbe, és mi úgy hívjuk, hogy egy tanítói napot tartunk, 2 vagy 3 témát hoz, a gyülekezet által kiválasztott témát. A legutóbb az egyik témánk a képmutatás volt, a másik témánk pedig
mit mond a Biblia olyan sarkalatos dolgokra, mint nemiség. Ami azt gondolom, hogy manapság nem egy elhanyagolható kérdés. Tehát 21. századi téma. Igen, igyekszünk a bennünket érintő témákat. És mi a tapasztalata, mennyire tud nyílt lenni, mennyire tudnak nyíltak lenni a gyülekezeti tagok egy ilyen kérdéskörben, hiszen valljuk meg, hogy például a szexualitás, a nemiség távol esik bizonyos értelemben, függetlenül attól, hogy a Bibliában aztán bőven esik szó róla, mint tudjuk, de mégiscsak szemérmesek vagyunk. Fontos ez, hogy ilyen kulcskérdésnek tekintsük? Igen. Nem akarom megkerülni az őszinte választ. Minél idősebb generációval találkozunk, annál prűdebben kezelik. Igen. Nyilván az előadások olyanok, hogy szalonképesek idősek számára is. Az én korosztályom 50-től lefelé 30-ig talán azt gondolom, hogy elementáris érdeke, hogy megértse ezeket. És a 10 éves fiatalok viszont teljesen természetesen tartják, hogy a nemiségről, nemi identitásról, feladatom, szerepem a nemiségemben, ezekre milyen válaszokat kap. Ők a legbefogadóbbak, és azt gondolom, hogy ők azok, akik a leginkább befogadóak ezen a területen, illetve a legnagyobb változásokat tudjuk elérni náluk. Milyen összetételű a gyülekezet jelenleg? A gyülekezetünk összetétele körülbelül egyharmad része 25 év alatti, kicsit kevesebb, mint egyharmad része a mondjuk 25-től 50 éves korig, és a másik egyharmad 25-től felfelé. Tehát ez alapvetően ideális, és a férfinő arány? Férfi-nő arány az körülbelül 45-55% a nők javára. Ez így van rendjén. Azt hiszem, hogy ezt követjük a trendet. No, essék szó Márk evangéliumáról, hiszen egy remek színjátékot láthattak a gyülekezet tagja, és azok a székesfehérváriak, akik ellátogattak. Benne Zalánról beszélek. Már az evangéliumokat ismerjük. Mitől különleges ez? Attól különleges, hogy nincs benne semmi különleges. Hogy feloldjam ezt a kérdést, az egyik különlegessége, hogy Zalán egy nagyon, nagyon sok rétű, mondjuk színészi tehetséggel is rendező tehetséggel megáldott fiatalember, aki egy franchise típusú Márk evangéliumát hoz el, nem ő találta ki, de Magyarországra ő alkalmazta. Az egyszerűsége a Márk evangéliumának az, hogy a Márk evangéliuma, valaki kinyitja a Bibliát, és elkezdi a Márk evangéliumnak az elejétől a végéig, pont ez a szövegkönyv. Tehát gyakorlatilag sem hozzá nincs téve, sem elvéve nincs. Ami ott le van írva, azt lejátszák olyan módon, hogy kitétel az, hogy az ebben szereplőek ne legyenek, és nem lehetnek profi színészek, maximum amatőr, vagy teljesen kívülállok ezen a területen, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ő személyisége viszi és lendíti előre a darabot, de mindenki olyan módon tud becsatlakozni, hogy teljesen átélhető a darab. Én 3 alkalommal láttam ezt a darabot, ebből 2 alkalommal a gyülekezetünk játszotta el ezt a darabot. A színdarabnak jellegzetessége, hogy kör alakba helyezkednek el a székek, és 3 folyosó megy át a székeken, tehát teljesen bent a belső enteriőrben zajlik a darab, és a hátunk mögött. Fantasztikusan egyszerű, de nagyszerű dramaturgiával. Igen, hát ezt így, ahogy mondtad, valóban. Egyébként annál is inkább felkaptam a fejem, mert azért tudjuk, hogy Lukács Máté azért népszerű, bizonyos érte, ha lehet igen, ilyet igen, mondani, igen. Persze az evangélisták közül. No, és akkor kell, hogy szó essék egy névről, egy emberről, aki gyakori vendég Székesfehérváron, Erik Meronire gondolok. Igen. És hát ismerkedjünk meg vele egy kicsit, hiszen fontos, különben nem jönne ilyen gyakran. Igen. Ez a gyakoriság azt jelenti, hogy körülbelül fél évente találkozunk. Igen, ebben az értelemben. Ha egy picit távolabbról kezdem, akkor fontosnak tartjuk azt, hogy valamilyen szinten ne csak gyülekezeti vagy városi missziónk legyen, hanem lehetőleg belmissziónk, értem ez alatt a Magyarország határain belüli missziót, illetve magyar lévén a külmisszió is nagyon egyszerű, hiszen Ukrajnában, Erdélyben vannak missziós kapcsolataink,
és van egy különleges kül, illetve egyben belmissziós kapcsolatunk. Eric Maroney, ő Zágrában élő amerikai állampolgár, aki misszionáriusként dolgozik Zágrában, és felelőssége többek között a Magyarországon dolgozó misszionáriusok, és a gyülekezetünk egy olyan megtisztelő felkérésnek tehetett eleget, hogy egy fiatal házaspár, ők Daniel és Rachel Block, egy nagyon aranyos kisfiúval ide érkeztek közénk másfél éve Magyarországra. 2 évig tanulnak magyarul, és utána fog eldőlni, hogy ők angol tanítással és teológiai tanítással foglalkoznak, vagy angol tanítással és magyar nyelvű szolgálatokkal fogják gazdagítani a magyar baptista gyülekezeteket. Mi egy fészek gyülekezet vagyunk, ahol ők most otthonra találhatnak. A Eric Maroney egy nagyon gyakorlati és nagyon, nagyon élhető teológiát képvisel. Azt hiszem, hogy ebben találkozik az ízlésünk. Én nagyon sokat tanulok tőle, hogy egy idegen kultúrából, Amerikából, ugye Zágrába érve, hogyan éli meg Krisztust, és hogyan kell maga mögött hagyni azt, hogy ő amerikai, és hogyan tudja megélni a mondjuk egy idegen kultúrába azt, hogy egy harmadik kultúrát képvisel, a keresztény kultúrát. Ők tulajdonképpen ennek a fiatal, nálunk lévő fiatal házaspárnak a szupervízora, vagy vízorai, a kollégáival, és amikor itt van, akkor megtisztelő az, hogy őt felkérhetjük, és az ő tanításai és gondolatai által épülhetünk. Nos, önök komoly célokat fogalmaztak meg, amelyek teljesültek is. Egy célról pedig még kell beszélnünk, ami egy jelzőszerkezettel van ellátva, és nem más az, mint a szép cél. Igen. Ugye már mondtam önnek, hogy az egyik vendégem kérdezte, hogy mi készül a Széchenyi út elején. Hát mondtam, hogy tudtommal egy nagy felújításba kezdtek, tehát megszépül kívül belül a gyülekezet háza. Beszéljünk erről az építkezésről, erről a beruházásról, mert ez egy nagyon komoly lépcső és óriási kihívás. Igen. A 13. éve vagyunk Fehérváron a családommal. Az elődöm, dr. Mészáros Kálmánnak az idejében már felmerült az a kérdés, hogy kicsi az imaház, kicsi az imaház, nem elég az imaterem, több kiszolgáló helység kellene, de a bővítésre nem volt lehetőség. Sok évi tervezés, gondolkozás után a városrendezés, illetve a tervtanácsnak a módosításával lehetőségünk volt arra, hogy ezt az építkezést elkezdjük. Az épület terveit Posgai Angéla készítette, aki a gyülekezetünknek a tagja, illetve maga a szakdolgozatát is ebből a témából, szakrális terek témakörből írta meg, és számunkra ez teljesen egyértelmű volt, hogy őt kérjük fel erre a megtisztelő feladatra, és nagyon nagy alázattal és nagyon nagy kommunikációs készséggel készítette el ezt a tervet. Az eredeti terveink szerint az épület már most szinte kész lenne. Egy aprócska dolog, ami közbe jött, hogy 2 fővezeték, egy gáz és egy áramvezeték, ami a város szolgálja, az telkünkön található, pont a főfalon, ahova ez az épület érkezne. Úgyhogy az EON-nak a segítségével kb. 24-25 hónapos csúszással ugyan, de át tudtuk helyezni ezt a 2 vezetéket. Nem volt egyszerű, hiszen ez egy nem mindennapi munka, és gyakorlatban 2 hónappal ezelőtt az alapozási munkákat elkezdjük. Reménységünk az, hogy 10-12 hónapon belül az épület bővítésének az első üteme, ami az első fogadó részről szól, hogy egy kényelmes fogadó rész álljon rendelkezésre a gyülekezet számára, ezt elkészíthetjük. A második ütem pedig egy nagy álom, hogy a gyülekezeti imatermünk is majdnem még egyszer akkorára. Tehát 350 fős lesz a reménységek háza, igen, a igen, másik oldalán, igen, az udvar felé. Ezt szeretnénk elérni. Hát én bizakodó vagyok, hiszen amit megterveztek, bár aki tervet mond, mostanság csak eshetőségre gondol, de ez igen, önökre nem vonatkozik semmiképpen sem.
kérem, így búcsúzóul fogalmazzon meg nekünk, székesfehérváriaknak egy gondolatot 2020-ban. Mit tegyünk, hogy jobbá tegyük az életünket mi magunk? Én három gondolat köré csoportosítanám azt, amivel mi a magunk részéről azt látjuk, hogy jobbá tehetjük az életet. Az első gondolatkör, hogy mindenkit fognak problémák, nehézségek, kihívások érni, ez megkerülhetetlen. A második gondolatkör, hogy erre hogyan, milyen eszközökkel készülök fel. És a harmadik, hogy amikor erre felkészültem, akkor van-e annyi őszinteség bennem, hogy felkészülve kész vagyok-e mások felé szolgálni. A szolgálatban két dolgot jegyeztünk meg magunknak, és ezt mindig szem előtt tartjuk. Az egyik az, hogy a lehetőség szerint, amit teszünk, azt egyszerűen tegyük, és tegyük őszintén. Bevállalva azt, hogy ezzel sebezhetővé válunk. Talán a 2020-as évnek ez az egyik legnagyobb bátor kihívása, hogy merjünk őszinték lenni, merjünk sebezhetők lenni, és merjük meglátni azt, hogy ebben van az erőnk. Hogy Krisztusban, amit megértettünk, azt megmerjük osztani, akkor is, hogyha valaki egyetért vele, akkor is, ha nem, és az egyetértőket, és a nem egyetértőket, és ugyanazzal a szeretettel várjuk. Történjék így. Köszönöm, hogy megtisztelt. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Mai évértékelőnk vendége Révész Lajos volt, a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet lelkipásztora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra.